egyikbe se lendületbe jön, most már Bárdi húzódik ki rá, Varga Szabolcs a 16-os sarkánál, Varga ellövi keresztbe, Torgelli a kipattanó, kapufás gól, szépít az MTK, Torgelli a szerzője, 2-1. Na, Torgellinek csak összejött a gól, a 63. perc, némi szerencsével a 11-esnél a kapufa nem volt vele, most viszont igen. És hát ugye, ha azt mondom, hogy Nagy Tibortól kapta a labdát, akkor nem túlzok. Gyakorlatilag a egyik középső belső védő odapasszolja Torgellinek a 16-os vonalára.